2018 az Európai Örökségvédelem éve lesz az Európai Tanács és az Európai Parlament döntése értelmében. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet Európa történelmi múltjára, értékeire, a kulturális örökség kínálta lehetőségekre, és egyúttal erősítse az európai identitástudatot. A kulturális örökség a múlt által ránk hagyott források összessége, a műemlékek, lelőhelyek és hagyományok, a továbbadott tudás és az emberi kreativitás megnyilvánulásai, valamint a múzeumokban, könyvtárakban és archívumokban őrzött gyűjtemények mind-mind kulturális örökségünk részei. A kulturális örökségvédelem évében felértékelődik a kulturális biztos szerepe. A tisztséget betöltő Navracsics Tibor az Erdély Magyar Televíziónak adott interjúban elmondta, elsődleges célkitűzésük, hogy a kulturális örökség újrafelfedezése révén európai jövőjéről is párbeszédet nyissanak. Az Európai Bizottság szerepe, hogy a helyi közösségek közötti hálót szője, hisz lényeges a földrész kulturális sokszínűségének a felmutatása. Az az európai identitás, vagy az az identitás, amely a homogenitást erőlteti, az soha nem tud életképes lenni. Európában is megbukott az európai identitás, amely a háttérbe akarta szorítani a helyi, regionális, vagy éppen nemzeti identitásokat. És ma már, amikor európai identitásról beszélünk, akkor kifejezetten egy olyan kiegészítő jellegű identitásról beszélünk, amely gazdagabbá teszi az ember életét. Az örökségvédelem európai évére 8 millió eurót különítettek el. A programokat nemzeti koordinátorok révén valósítják meg, akiknek a bizottság által összehívott ülésein megfigyelőként az Európai Parlament képviselői is részt vehetnek majd.